Pintér Szilárd Dombóvár polgármester számolt be nekünk a képviselő testületi ülésről, ahol az első napirendi pontban döntöttek a 2024-es év költségvetéséről. A tervezet közel 4 milliárd forinttal kevesebb a még folyamatban lévő pályázatok miatt. Toppos pályázatok, amelyek most kerülnek beadásra, még nem tervezhetőek. Nagyon remélem, hogy ezt az akadályt is túl fogjuk lépni, és évvégén beszámoltok arról, hogy szintén elértük és meghaladtuk a 8 milliárd forintot. Azt mondom, hogy ez a 4,5 milliárd forint, amit most döntöttünk, az is nagy felelősséggel jár. Örömteli volt számomra, hogy nem találtunk egyetlen egy olyan helyet sem, helyet ne tudnánk finanszírozni, csak költségvetési egyensúlyt meg tudtuk tartani. Több mint 20 éve vagyok polgármester, és az első olyan pillanat volt az életemben, amikor a köznevelés tekintetében egy pozitív nulla jött ki, és az általunk fenntartott intézmények nem igényelnek önkormányzati hozzájárulást. Nyilván ez megnyitott annak a lehetőségét, hogy a köznevelés és oktatás területén az előző években megkezdett fejlesztéseket tovább tudjuk folytatni, egyelőre csak saját forrásból, hiszen nagyon léptékű fejlesztésekre csak az év második felébe került sor. Örömteli volt mindannyiunk számára az is, hogy 2019-ben 20 millió forint volt a sportkeret Dombováron, ezt emeltük 40-50 millióra, és az idén meg tudtuk 60 millióra emelni ezt a keretet. Civilek tekintetében is 50%-os emelést tudtunk elkövetni, és remélem, hogy kollégáimnak a bérrendezése és a kafetére is, amely ugyancsak március 1-től lesz hatályos, örömteli lesz minden dolgozónk számára. Dombóvár sport egyesületei idén több anyagi támogatásra számíthatnak. 2020-ban döntöttünk úgy, hogy létrehoztuk a sportszövetséget és a civil szövetséget is, és nyilván ők saját maguk közül választottak egy elnökséget. Az elnökség azt mondom, hogy a demokrácia csúcsa, hiszen ők döntik el azt, hogy ki mennyi támogatásba részesül, és közel 40-40 sport és civil szervezetünk választotta ezt az utat és tagja a szövetségnek. A második napirendi pont tartalmáról zárt ülésen döntött a testület. A város elismerő kitüntetéséről volt szerencsénk dönteni. Több feltételezés érkezett díszpolgárnak, díszjelvénynek, civil közösségi díjra, vállalkozó díjra is. Ilyenkor mindig megpróbálunk bölcsek és higgadtak maradni. Nem adhatunk mindenkinek minden évben díszpolgári címet és díszjelvényt, de nagyon remélem, hogy azokat az embereket, akiket kiválasztottunk, azokat tényleg elismeri Dombóvár város közössége. Az elismerésre január 31-ig 5 különböző kategóriában lehetett javaslatot tenni.